Többágyas szobák, fürdőszobával, közösségi terek, modern konyha. A Remény családok átmeneti otthonát a legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel. Az épület 39 férőhelyes, az intézményben olyan kisgyerekes családokat tudnak elszállásolni, akiknek valamilyen ok, például eladósodás vagy akár családon belüli erőszak miatt a lakhatása nem biztosított. Az intézmény még csak most kezdi működését, már látszik, hogy igény van rá a térségben. Jogszabály szerint családok átmeneti otthona, tehát családok is jelentkezhetnek. Nyilván azért az tapasztalat, hogy általában, ahol a férj nem bántalmazó, vagy nem bűncselekmény miatt esetleg a családot űzi el otthonról, ott általában addig, amíg az apa apaként tud viselkedni, és az apai szerepet betölti, nem kerül erre sor. Tehát nagyrészt inkább anyák jelentkeznek gyerekekkel. Az avató ünnepségen Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, a családok hatékony védelme érdekében 2016-tól a kormány összevonja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat. Gyakorlatilag a két eddig önálló működő szakszolgálat nagyjából azonos halmazon hátrányos helyzetű gyerekeken és az ő családjukról gondoskodott vagy figyelte. Ezért a kormány most úgy döntött, hogy ez egy intézményi típus lesz. Így sokkal könnyebb lesz a gyerekre és a családra egyszerre figyelni. De ez az intézmény, ahol most vagyunk vaján, ezt a típusú igényt is kiszolgálja, sőt azt gondolom, hogy rugalmasan is szakmailag még jobban odafigyelve gondoskodik a családokról. Sok ilyen kell a térségben, azt gondolom. Ennek különlegessége, hogy egy LIDER pályázatban egy non-profit KFT nyert, tehát gazdasági társaság folytat szociális szolgáltatást. Ez a kicsit különlegessége a helyzetnek. Az új intézmény átadó ünnepségén jelen volt Baracsi Endre közgyűlési alelnök is, aki kérdésünkre elmondta, a hamarosan megnyíló terület- és településfejlesztési operatív program keretében önkormányzatok pályázhatnak majd ilyen jellegű beruházásokra. A megyei önkormányzattól ugye a top források hamarosan elérhetővé válnak, reményeink szerint tényleg most már október második felében a pályázati felhívások megjelennek, és a támogatási kérelmeket be lehet majd nyújtani, és ezen pályázati felhívások között lesz olyan lehetőség, ahol az úgynevezett nappali szociális ellátások támogatására lehet majd a támogatási kérelmeket benyújtani, úgyhogy mindenképpen lesz majd lehetőség arra, hogy ilyen és ehhez hasonló beruházások a későbbiekben megvalósuljanak. A rendezvényen elhangzott továbbá, a Remény családok átmeneti otthon szakembereinek célja, hogy a gyerekeket a nehéz körülmények ellenére ne emeljék ki a hatóságok a családból, valamint az, hogy a szülők felkészüljenek újra az önálló életre.